a szertartás elején kézben behoztam a gyertyát, a pap énekli Krisztus világossága. Valójában ezt kiáltjuk a húsvéti vigília szertartásában, hiszen ez a gyertya a feltámadt Krisztus jelképezi számunkra. És erről a gyertyáról gyújtottuk meg a gyertyáinkat, ami jelzi számunkra azt, hogy mi is Jézus Krisztus föltámadásában hiszünk, és ezt a lángot a szívünkben hordozzuk. Akkor, amikor az Úr Jézust elfogták az olajfák hegyén, Lukács evangelista szerint Jézus ezt mondja, ez a ti urátok, a sötétség hatalma. Igen, a bűn az emberiség éjszakája. És ugyanígy a halál, amely a mi életünknek is a része lesz, éjszakát és félelmet jelent. És ezt a sötétséget, ezt a félelmet Jézus Krisztus fénye, a feltámadás fénye oszlatja el. Hiszen akkor, amikor a bűn elterjed és a sötétség elhatalmasodott, akkor mégis a Szentírás szerint ebben az éjszakában elkezd megjelenni a szeretetnek a hűsége, és kezdi eloszlatni a sötétséget. A szeretet hűsége, amely a kenetet vívő asszonyokban jelenik meg, akik közösséget vállalnak Jézus Krisztussal, hiszen túl vagyunk a nagypéntek drámáján, és ők mégis gondoskodni akarnak az Úr Jézusnak a méltó temetéséről, kedves halottjuk számára. És ez nem csupán a hajnali kerést és a sír körüli munkát, meg az illatszerek költségeit jelenti, hanem azt is, hogy közösséget vállalni egy alig két napja nyilvánosan kivégzett emberrel, ami azért bátorságot is kívánt. A hűséges emberi szeretetre azonban az angyalok fehér ruhája és a feltámadás örömhíre a válasz. Ez pedig már isteni fény, Isten arcának a fényessége.